vagyok, december 23-a van is, hivatalosan is, ez az utolsó vlogmas videó, amit idén készítek nektek. Úgyhogy, hát így egy kicsit ilyen szomorú is vagyok, meg nem is vagyok szomorú, mert amúgy én úgy érzem, hogy tök jól sikerült a vlogmas, szóval nagyon örülök, hogy így bevállaltam, meg hogy így ennyire szerettétek a videókat. Na de, még mindig itt van ez a rész, úgyhogy most megmutatom, hogy mi fog történni így Szenteste napján, meg így 23-án, tehát Szenteste előtti nap. Most éppen tartunk Sárvárra, délelőtt elintéztük így a bevásárlást, ami így a vacsorához kell holnapra, meg a sütikhez, és még egy pár ilyen last minute ajándékot is beszereztünk, úgyhogy ez tök jó. Annyira nem volt vészes a forgalom sem, én nagyon tartottam tőle, hogy tömegnyomor lesz, meg minden, de valahogy nem tudom, most pont olyan időben sikerült mennünk így ebédidő környékén, amikor nem voltak olyan rengetegen. Most megyünk anyához, mert segítünk neki feldíszíteni a fát, és mivel nálunk lesz a Szenteste, tehát hogy ő is hozzánk jön Szenteste, meg az Ádám szülei is, ezért most van arra lehetőségünk, hogy egy kicsit nála legyünk és időt töltsünk nála. Ebédet, úgyhogy együtt ebédelünk, hát egy késői ebédelünk. Aztán én valószínűleg nagyon későbenyúlóan ilyen van. Van olyan. Hát későbenyúlóan fogok sütni, mert ma el szeretném készíteni a beglit, meg el szeretném készíteni a mézes kalácsokat, de amúgy idén nem lesz annyira horror adagé mézes kalács, és az Ádám segít nekem szaggatni, ugye csöcsök? Yep. És hogy megmutatjuk a vicces rénszarvasokat, amit minden évben szoktunk szaggatni, várod már, kicsim. Na jól van, úgyhogy megyünk aztán, majd meglátjátok, hogy mi fog történni. Among all the tinsel and lights, I'm strolling around, just wondering where you have gone to. Are you just around the corner or in Kathmandu? And whether or not you're with somebody new, still hazaértünk vissza anyától Szombathelyre, és most már egy ideje sütök, ugyanis ma az van tervben, hogy végzek a beiglikkel, meg a mézes kalácsokkal. Holnap délelőtt, pontosabban viszonylag korán reggel szeretném elkészíteni az almás pitéket, mert úgy döntöttem, hogy almás pitét fogok készíteni most, és még most este, egyébként mindjárt 10:30 van, úgyhogy elég éjszakában nyúlóan fogok sütni, de nem baj, mert én szeretem, meg holnap ugye úgyse sietünk sehova, szóval szeretném elkészíteni még a sütőtök krémlevest is. Itt van a sütőtök, amit találtunk, és egy kicsit aggódom, hogy milyen lesz az íze, mert egy picit olyan haloványnak érzem a színét, és még soha nem használtam ilyen sütőtököt, mindig ezt a nagyon élénk sárga, ilyen karcsú, homokóra alakú sütőtököt szoktam vásárolni, úgyhogy hát remélem, hogy finom lesz. Nem baj, egy kis répát fogok még hozzátenni, úgyhogy a színével szerintem nem lesz probléma. És pásztorpite lesz majd a főétel, azt tök jó, mert azzal is előre lehet dolgozni. Ugye az egy ilyen szójagranulátumos zöldséges ragú, a tetején beborítva
krumplipürével, és ezt igazából csak be kell tenni a sütőben, és akkor azon melegében tudjuk is enni, de azt is délelőtt össze fogom rakni. Úgyhogy tök jól előre tudunk dolgozni, a fa fel van díszítve, szóval szeretnék pihenni is holnap, és szépen rákészülni, mire jönnek anyáék, anya meg az Ádám szülei. Mert keresztettem egy órát a tésztet, úgyhogy most betöltöm, a töltelékek már készen vannak, és amikor ezekkel végzek, akkor utána már szaggathatom is a mézes kalácsot, mert addigra az is annyit pihen éppen, hogy már szaggatható állapotban lesz, úgyhogy most ez következik. Csak egy kis fejlemény a beiglivel kapcsolatban, most valahogy sokkal puhább lett, meg sokkal könnyebben nyújtható lett, mint a múltkori, amit a videóban láthattatok. Igazából nem tudom, hogy mit csináltam másképpen, mert mindent ugyanúgy a receptben leírtak szerint vittem véghez. Annyi különbség van most egyébként, hogy a diósban van mazsola is, meg egy kis rumaroma. Úgyhogy ez ilyen rumos diós töltelékkel lett most elkészítve. Meg a mákosba is raktam mazsolát, mert Ádám nagyon-nagyon szereti a mazsolát, úgyhogy. Ennyi, és megszórtam a tetejét egy kis aprított mandulával. Úgyhogy most egy picit még pihennek, aztán mehet be a sütőbe, addig pedig kiszaggatom a mézes kalácsokat. Majdnem végeztem a sütéssel. Hajnali 1:30 van, de gondoltam, megcsinálom az összes gyúrnivaló tésztás édességet. Ugye elkészítettem a mézes kalácsot, a beiglit, és készen van 2 darab pite is, pontosabban az egyik az most csül, a másiket meg hamarosan berakom a sütőbe. Mindjárt meg is mutatom, hogy néznek ki. Sima almáskört és pite egy kis fahéjas fűszerezéssel, szóval igazából semmi extra. Ugyanaz a tészta, mint a sütőtökös pitémnek a tésztája. Úgyhogy jaj, egy kicsit elfáradtam, de úgy imádok sütni. Nagyon-nagyon imádom. Úgyhogy ha ezzel kész vagyok, akkor szerintem elteszem magam holnapra, és holnap találkozunk. Oh.
Sziasztok! Az ünnepek is elteltek, de mivel felvettem azért néhány dolgot így a szentestéből, meg a 23-ai készülődésből, ezért gondoltam, hogy azért ezt a videót mindenképpen feltölteném. Ráadásul nem sikerült kibontanom így az utolsó három dobozkát vagy kettőt az adventi kalendáriumból, úgyhogy azt gondoltam, hogy ezt is meg fogom nektek mutatni. Az a helyzet, hogy annyira sűrűre sikeredett így programokkal tűzdelve a karácsony, hogy a családi összejöveteleken nem akartam így kamerával futkosni, meg igazából időm se lett volna rá, mert annyira gyorsan történt minden, és tudjátok, amikor annyira jelenbe kell lenned, hogy még a telefonját se tudja igazából, meg nem is jut eszébe az embernek előhúznia. Szóval amit így Insta Story-ba tudtam, azt felraktam, úgyhogy ne haragudjatok, hogyha ez a vlog egy kicsit ilyen uneventful lett, vagy egy kevésbé eseménydús lett, de azért mindenképpen szerettem volna lezárni ezt a vlogmest, mert úgy gondolom, hogy óriási köszönettel, meg hálával tartozom nektek, hogy ennyire lelkesen fogadtátok a videóimat, és főleg az éneklős videókat. Nagyon-nagyon örülök, hogy meg tudtunk velük titeket örvendeztetni, és egy kicsit hangulatosabbá tudtuk ezáltal is varázsolni az adventi várakozás, és megmondom őszintén, én most nagyon szomorú vagyok, hogy ez az egész így elmúlt. Nem feltétlenül a mindennap videózás, meg a mindennapi videóvágás, hanem maga ez a várakozás a karácsonyra, ennek az időszaka. De még mindig várakozhatunk a szilveszteri bulira, meg a szilveszterre, mert mi a barátainkkal fogjuk tölteni. Elköltöztek Szombathelyről egy kisebb faluba, a Boriék, és náluk leszünk szilveszterkor, úgyhogy még gondolkodom rajta, hogy ott vlogolok-e majd vagy sem, majd meglátjuk. Szóval nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok, és őszintén remélem, hogy nagyon szuper volt a karácsonyotok. Köszönöm a karácsonyi jó kívánságokat, hogy írtatok nekem. Meg képzeljétek el, hogy Instagramon kaptam 3 vagy 4 olyan üzenetet, amiben ez a 3-4 ember ugyanazt a fotót küldte el nekem, majd igyekszem rájuk válaszolni tényleg, de nagyon el vagyok maradva ezekkel is, szóval, hogy tacskó alakú mézes kalácsok voltak a fotókon. És így ezt 3-4-en is elküldtétek nekem, és annyira aranyosak vagytok, hogy én jutottam egyből róluk eszetekbe, szóval nagyon-nagyon örülök neki. Na, kaptam egyébként karácsonyra néhány érdekes dolgot, hogyha szeretnétek, akkor csinálok egy mit kaptam karácsonyra videót, mert eléggé nehezen tudok így megválni a karácsonyi hangulattól. Holnap lesz egy szabad napom, mert én nem nagyon dolgozom az ünnep, a két ünnep között, úgyhogy ha szeretnétek, akkor csinálhatok annak egy külön videót, ha kíváncsiak vagytok. Nagyon aranyos dolgokat kaptam egyébként, úgyhogy nagyon hálás vagyok értük, meg tényleg köszönöm szépen. És most bontsuk ki az utolsó dobozkákat. Kezdem a 23-assal, ami egy szívecskés doboz. Ez egy óriási ajándék. Nézzétek csak, ez egy Drops of Youth, ilyen fiatalító esszencia, koncentrátum, egy ilyen gyönyörű üvegben van, és gondolom ez ilyen szemkörnyékre való. Azt a nagyon-nagyon-nagyon szép a csomagolása, és meg is szagolom. Szemeztem ezzel a boltban is, csak aztán egy másikat választottam. Aj, de finom illata van, nagyon-nagyon friss és virágos, 3 féle növényi koncentrátum van benne, hogyha jól olvasom. Ezt ki fogom próbálni mindenképpen, szerintem hosszabb ideig, és utána majd fogok róla beszélni, hogy milyen a hatása. Hát ez óriási ajándék. Akkor nem tudom elképzelni, hogy a 24-esben mi lehet egyébként. Hát ez az utolsó. Nem ismerem kimondani. Oh. Wow. Egy nagyon-nagyon szép testvaj van benne. Hát már tudom is, hogy ezt ki fogja megkapni tőlem. Ebben egyébként van mandula tej, méz, illetve seavaj. Nagyon szuper, úgyhogy ez egy vegetáriános termék. Azért beleszagolok. Hú, isteni finom illata van egyébként, nagyon-nagyon szuper. Hát, ezzel is megvolnánk. Itt szeretném megragadni az alkalmat egyébként a Belly Shopnak, hogy elküldte nekem ezt a csodálatos adventi kalendáriumot, nagyon hálás vagyok érte. Természetesen a barátaimmal, meg az ismerőseimmel is megosztottam belőle néhány dolgot, és ők is nagyon-nagyon örültek neki, és én is nagyon-nagyon örülök és értékelek minden egyes szépséget, meg finomságot, ami ebbe el volt rejtve, és köszönöm szépen tényleg.
Hát remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, attól függetlenül, hogy nem volt annyira, hogy is mondjam, akciódós. Rengeteg tervem van az új évre, de még a két ünnep között mindenképpen jelentkezem videókkal. Attól függ, hogy holnap meg holnap után mit sikerül majd felvennem, meg megszerkesztenem. Mindenképpen tervezek jövőre is vlogmast, 6. ha szakad, nagyon-nagyon szeretnék, mert annyira gyönyörűvé tette a számomra is a várakozást, hogy kellene kihagyni, főleg, hogy ennyire lelkesen figyeltétek a videókat és követtétek őket, szóval még egyszer nagyon köszönöm, nagyon hálás vagyok értetek, nagyon szeretlek benneteket, és további szép két ünnep közötti időszakot kívánok nektek. Sziasztok!